A 8 éves Horváth Mihaela Mária szinte minden gyermek fitness bajnokságról első helyezéssel tér haza, amelyen csak elindul. A június 14-e és 17-e között Csácsakon szervezett gyermekfitness világbajnokságon sem volt ez másként. Mihaela Mária két aranyérmet szerzett koreográfia és testforduló, valamint challenge kategóriában. Előtte kicsit izgatott voltam, de amikor megtudtam, hogy első vagyok, akkor nagyon örültem, úgy boldog voltam. Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy első vagyok. Milyenek voltak a többiek? Hogy értékeled? Hát, amikor néztem, eléggé erős elemeket csináltak, de én is megbírtam azokat csinálni. Dragana Peze edzőnő elmondta, hogy a versenyre 17 ország 390 versenyzője nevezett be. A bírák a gyerekek hajlékonyságát, rugalmasságát, erősségét, az elemek technikai kivitelezését, előadásmódját és sószerűségét pontozták. Az eredmény teljesen váratlanul ért. Tudtam, hogy esélyesek vagyunk valamelyik éremre, de egyáltalán nem számítottam aranyéremre, ráadásul nem kétszer. Mihaela nagyon jó tornász, minden tud, amit egy koreográfia megkövetel. A mozdulatai szépek, az amplitúdói tökéletesek, hibátlanul ugrik spárgát, nagyon jó a kapcsolata a közönséggel, kommunikál a nézőkkel, ami szintén nagyon fontos ebben a sportágban. Ideges vagyok, hiszen új koreográfiát kell készítenünk az ősszel Lengyelországban megrendezendő Európa-bajnokságra, és a mércét most nagyon magasra tettük, ezt kell túlszárnyalnunk. A 8 éves kislányt édesanyja Horváth Panda Antónia olimpikon kíséri, mind az edzésekre, mind a versenyekre. Most a dobogó előtt már kaptunk információt, hogy első, úgyhogy nekem az első sok az ott még az eredményhirdetés előtt volt, és hát az eredményhirdetés az meg fantasztikus. Fáradtak voltunk nagyon, és hát első nap csak csörgött a telefon, meg a gratulációkat fogadta, nagyon jó érzés. Megbecsülése jeléül Mihaela Máriát és edzőnőjét Antonio Rátkovics, Zombor polgármestere is fogadta a Megyeháza elnöki irodájában.